Korda Ágnes. Korda Ágnes a nyíregyházi, művészeti középiskola és kollégium végzős növendéke, és most gyimesi csángó dalokat fog nekünk előadni, akik itt ültek 6,5 hét tájba, gyimesi hagyományőrző előadókat láthattak. Most pedig azt hallhatjuk, hogy a magyarországi fiatalok ezt a kultúrát hogyan veszik át. Udvarom közepén van egy szép almafa, s ahhoz hozzá kötve egy szép pejparipa. Fel is van nyergelve, fel is kantározva, nyere régi babám, búcsúzzunk el rajta. S két út van előttem, melyiken induljam, két szép szeretőm van, melyiktől búcsúzzam. Egyiktől búcsúzom, s a más megharagszik, így hát az én szívem soha, soha meg nem nyugszik. Egyiktől búcsúzom, s a más megharagszik, így hát az én szívem soha, soha meg nem nyugszik. S ketem a jártatrós víze kimosta, a szívem át nehéz bánat szorít, addig öli a szívemet a bánat, míg a párja lehetek a babámnak. S ezt a legényt még akkor megszerettem, mikor véleleg először beszéltem. Megszerettem gyönyörű szép szaváért, homlokára göndörödő hajáért. Megszerettem gyönyörű szép szaváért, homlokára göndörödő hajáért. S tegnap jártam zabaradni, ma megyek kötözni, elvesztettem a babámat, most megyek keresni. Amíg egyszer megkaphatnám, jaj, de megbecsülném, kezét, lábát összekötném, a füstre feltenném, lelevenném, meg-megnézném, s estig visszakötném, lelevenném, meg-megnézném, s estig visszatenném. Messze jártam házasodni, bár nem mentem volna, édes kicsi, jambor uram, bár ott veszél volna. Ha az ördög olyan volna, talicskába tenne, menni jobban rikoltoznál, annál jobban vinne. Ha az ördög olyan volna, talicskába tenne, menni jobban rikoltoznál, annál jobban vinne. S nálunk felé a lányok úgy élnek, a piacról 2 kiló lisztet vesznek, sütnek süteményeket, csalják a legényeket, úgy élik a világikat szegények. Sütnek süteményeket, csalják a legényeket, úgy élik a világikat szegények. Úgy szeretlek, mint a káposztacikát, gyere
ide, csókolja meg a kis szán. Ó, jár ide, hogy üljek az öletbe, hogy nézek a két ragyogó szemedbe. Ó, jár ide, hogy üljek az öletbe, hogy nézek a két ragyogó szemedbe.